Szeretettel köszöntöm a tájékoztató résztvevőit, aminek a végén természetesen kérdéseket is föl lehet majd tenni, és bemutatom a Ajka zöldítését program, hát nem felelősei, de résztvevőit, néhány résztvevőit. A vendég jogán először a vendégeket, ugye dr. Vaszócsik Vilja, titulusom is. Hát tájépítészmérnök. Tájépítészmérnök. Kolléganője Kósa Emőke, aki szintén az ITI Kft-től jött, ITI Kft. És hát nem kell bemutatnom Tóth Gergelyt, stratégiai és fejlesztési referens. Ugye most jó? Igen. Ja. A polgármesteri hivataltól. Mai megbeszélésünk célját mindenki olvasta az újság, gondolom azért jöttek el, hogy miért is van szükség a köztek zöld területek átalakítása, és mit jelent a klímaadaptív gondolkodás Ajkán. Ezt fogjuk most megbeszélni, ezért jöttünk itt össze. És akkor rögtön föl is tenném az első kérdést, nem húzzuk az időt, dr. Vaszócsik Iljának, hogy mit jelent ez a szó, hogy klímaadaptív gondolkodás, de azt szeretne egy statementet előtte, azt is, arra is van most lehetőség. Köszönöm szépen. Hát ugye a klímaadaptív gondolkodás az elég csúnyán hangzik így, meg idegen szó. Szokni kell. Az adaptáció az elvileg alkalmazkodásnak mondjuk magyarul, és ez nagyon jó szó erre. A változó környezeti feltételekhez kell alkalmazkodnunk a jövőben. A klímaváltozást már ma is a bőrünkön érezzük. Azt hiszem ezt már az elmúlt év, az nagyon asszályos év, meg az idei érdekes időjárási jelenségeket mutató év is bebizonyította. 17 van ugye, és 28 fok. És nem csak az, hogy nagyon meleg van most, de hogy hajnalban is meleg van. Ez, ami még ritkább szeptemberben, mert az előfordul, hogy vénasszonyok nyara süt a nap, de az, hogy reggel se hűl a hőmérséklet 15 fok alá, ez egy nagyon ritka jelenség. Tehát, hogy változik a klímánk, és ehhez alkalmazkodni kell. Az biztos, hogy már megállítani nem fogjuk tudni így helyi szinten a klímaváltozást. Igyekszik az emberiség egyre több klímacélokat, kitűzött az Európai Unió is, az ENSZ. Nagyon sok vállalás van ezzel kapcsolatban, de már most a másfél fokos melegedésre lehet számítani, és ez meg fogja változtatni az éghajlatunkat, és ehhez mind a városainkat, mind az életmódunkat meg kell változtatni. És ez a klímaadaptív gondolkodás tulajdonképpen. Másfél fok ugyan már kicsit melegebb van, de nem erről van szó, ugye, hanem az időjárás egyre szélsőségesebbé válik, hiszen ez a másfél fok éppen elég az, hogy máshol álljon be az egyensúly a légkörnek, és gyorsan, vagy hirtelen nagy mennyiségű leszakadó eső legyen a következménye, esetleg szélsőségesen hideg tél, amire most számítani kell állítólag, és egyéb bajok is előfordulhatnak, nem szólva a mezőgazdaságra gyakorolt hatásáról, kiszáradó területek, vízgazdálkodás problémái, és így tovább. Tehát ez a másfél fok, ez... Hát igen, egy kicsit van egy tervezési folyamat, amiben most benne vagyunk, ez a Zöld Infrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterv Ajkán. Erre kapott a mi cégünk megbízást. És ezen belül csináltunk egy helyzetfeltárást, megnéztük, hogy a különböző klímamodellek mit jósolnak Ajka területére, mert hát elég eltérő dolgokra számíthatunk. A jelenlegi éghajlati besorolás azért ez a kicsit ilyen nedvesebb időjárást ad Ajkára. 700 mm-es éves csapadék összeg, az pont jó a növényzetnek, és az pont megfelelő. Ha nem egyszer esik le? Ha nem egyszer esik le, de ez volt eddig. Ez fog megváltozni a jövőbe, illetve már elindult ez a változás, és az eddig jó kiegyensúlyozott vízháztartású terület aszály sújtotta, tehát aszályos területté fog válni. Ez biztos, hogy nagyon befolyásolja majd mind a művelési lehetőségeket, az erdők egészségi állapotát, a zöld felületeink egészségi állapotát, tehát kevesebb vízhez kell alkalmazkodni, más növények fogják tudni ezt tolerálni, ezt a szélsőséget. A másik, ami viszont az embereknek nagyon, nagyon nagy stressz és megerőltető lesz, az pedig a hőségnapoknak a száma emelkedni fog, és nem kevéssé. Azt nevezzük hőségnapnak, amikor nem fül le éjszaka se a hőmérséklet. Tehát amikor éjszaka is 20-25 fok fölött van, ez a hőségriadós napok száma. A századfordulón, tehát 2000 környékén ez a
Ajka környékén 1-2 fok volt. Láttuk az idei nyáron, azért már kétszer volt hőségriadó, 2-3 napig tartott, akkor mondjuk 6 napnál tartunk most. 2050-re az előrejelzések szerint 15-20 nap lesz az ilyen hőségriadós napok száma, és 2100-ra, lehet, hogy az itt ülők, meg én se fogom már megélni, de a gyerekeink már biztosan, tehát akkor már 35-45 nap lesz azok a napok egy évben, amikor nem hűl le a hőmérséklet 25 fok alá éjszaka sem. Most ez eléggé vészjósan hangzik, és nyilván a várostervezőknek megvan a sajátos feladatuk, és megvan a sajátos feladata a gazdaságnak, a politikának is ebben, ezért születek a különböző nemzetközi egyezmények, hogy ez a folyamat némiképp lassítható legyen, visszafordítani már nem lehet, úgy tudom. Mégis az önök szerepe mi ebben, hogyan tudnak segíteni abban, amit a politikusok mondjuk elrontanak? Hát azt nem tudom, mert mi olyan stratégiákat készítünk, amit azért csak a döntéshozóknak kell végrehajtani, de mi szakmailag alátámasztott anyagokat tudunk készíteni. Egy ilyen zöld infrastruktúra fejlesztési és fenntartási akcióterv arra használható, hogy a város tisztában legyen az értékeivel, a zöld felületeivel, annak a sérülékenységével, hogy milyen problémák állnak előttünk, és ez a stratégia majd javaslatot ad, hogy pont ez a klíma, a változásokhoz hogy tudunk alkalmazkodni, hosszú távon mi hogy kell kezelni a város zöld felületeit, a növényzetet, mi az, amire figyelni kell, hol vannak azok a területek, amik még sérülékenyebbek, akár itt ugye a patakpartok mellett, mert ugye, mint említettük, kevesebb is lesz a csapadék, de az ilyen villámárvizet okozva egy rövid idő alatt fog lehullani, tehát hogy ezeket a problémás helyeket föltárjuk, és megoldási javaslatokat kínálunk, amik, mivel zöldről beszélünk, élő környezetről, meg egy városi szerkezetről, ez nem egyik napról a másikra fog megvalósulni, hanem egy hosszabb távú 5-10 éves akciótervet szeretnénk letenni az asztalra, amire megbízást kaptunk. Most egy csúnya szót használnék, hogy van-e hatáskeresztmetszete az önök munkájának és a klímaváltozásnak. Tehát úgy értem, hogy amit mondjuk politikai döntésekkel, beruházásokkal, klímakártékony gyárak, üzemek építésével okoznak a gazdaságban, akár a politikusok is ennek elősegítésével, önök után tudnak ennek menni a felületek zöldítésével, a elviselhető klíma kialakításával mondjuk a városokban? Tehát van-e értelme? Most eléggé kisalakítom a kérdést ennek az egésznek. Igen. Hát ha életbe szeretnénk maradni a városokban, akkor muszáj előbe menni, és muszáj fejleszteni a zöld felületeinket. Ajka nagyon jó adottságokkal rendelkezik ebből a szempontból, mert nagyon nagy zöld felületei vannak. Az egy főre jutó zöld felület arány az messze magasabb, mint a minimálisan elvárható. Más városokban inkább az a probléma, hogy hol teremtsünk helyet a zöldnek. Viszont pont ez a változó klíma, itt azért arra kell figyelnünk, hogy egészséges és élő zöld felületek maradjanak Ajkán, úgyhogy már látjuk, hogy majd a egy hónap múlva elkészülő stratégiában ez hangsúlyos szerepet kap ez a kérdés. És hát szeretnénk, azért fontos ez, hogy úgy menjünk elébe, hogy a lakosságnak az élhető életkörülményeit megmaradjanak. Mert a hőségnapokat, a szélsőséges csapadékot, ezeket a leginkább a zöld felületek tudják mérsékelni, a hűtőhatást, a víztározó hatásukkal, és arról nem is beszélve, hogy az utóbbi években nagyon sok kutatás szól arról, hogy a pszichés hatásuk is nagyon jók a zöld felületeknek, tehát hogy az, hogy ez a stresszes, rohanó világunkban, vagy aki állandóan ugye az interneten nézzük mindig a telefonunkat, mindenki, hogy a zöldben eltöltött idő, az mennyire jót tesz az idegeknek, csökkennek a stresszhormonok, tehát hogy ilyen szempontból is az életminőségben jelentős szerepet játszanak. Szeretne szólni Emőke? Igen, hogy azzal egészíteném ki ezt, amit a Vija mondott, ugye, hogy ez egy stratégia lesz, ami elsősorban a város vezetésének ad egy dokumentumot a feladatokra, de ennek most is azért ülünk itt, és az is egy nagyon erős célja ennek a stratégiának,
hogy a lakosságot is megszólítsuk, és az a célja ennek a megszólításnak, hogy mindenki vegye észre, hogy nem csak a városnak van feladata a közterületek zöldítésével, fenntartásával és bővítésével, hanem mindenkinek feladata van, mert a kiskertünkben, meg a lakóházunk mellett lévő bokrok és fák ugyanannyira részei ennek a környezetnek, és azt óvni kell, és bővíteni kell a saját érdekünk. Tehát itt Ajkán is láttunk sok ilyen példát, meg máshol is az országban, hogy sajnos az a tendencia van, hogy az emberek, amikor elkezdenek építkezni, akkor azzal kezdik, hogy kiírtják a fákat a telkükön, nagyon kevesen kimélik. Azt mondja, hogy ugyanaz egy-két fa mit számít. Igen, hát így van, pedig az nagyon sokat, illetve egyre nagyobb területeket burkolnak le a kertjükben. És ez egy nagyon nagy hiba, az a kicsike fű, az is nagyon sokat számít, és ezzel ezt a szemléletformálást kell nagyon erőteljesen belevinni. Ugye van még elvileg a még több fok különbséggel, meg a még több hőségnap eléréséig van még 20 évünk. Azért egy fa az megnő az alatt nagyon nagyra, úgyhogy ezzel nagyon kell foglalkozni. Az iskola, az óvoda területén egészen a felnőttekig, a nyugdíjasokig, mindenkinek mondani, beszélni róla, segíteni ezeket a dolgokat, ilyen programokat csinálni a városnak, amiben akár a legyen virágosabb Ajka, az is ugyanezt mondja, tehát minden ilyen dolog ebben segít. Az ember nem is gondolná, de mégis egy cél érdekében. Igen, ezt a tudatot, dolgozik. Ezt erősíti, hogy igen, törődnöm kell vele, törődnöm kell azért, mert nekem lesz jó. Ez a legfontosabb, hogy ez önös érdekünk. Úgyhogy ezt tettem volna hozzá. Igen, köszönöm. Emészgessük egy kicsit, amit a város tervezők mondanak, és megkezdem Tóth Gergelyt. Tudom, hogy több szálon fut itt a cselekmény, tehát elég, ha a Tornapatak rehabilitációjára, rekonstrukciójára gondolok, hogy itt vízmérnökök, várostervezők, klímakutatók akár együttműködve készítenek különböző terveket. Hol futnak össze ezek a szálak, vagy összefutnak-e? Biztosan összefutnak. Természetesen összefutnak. Jelen pillanatban többfajta tervezés folyik a városban. Részint az összes zöld területünkre és azok fenntartására vonatkozóan készül ez a úgynevezett CIFA, zöld terület fenntartási dokumentum. Másrészt egyes területekre már konkrét tervezések is vannak, így például a Tornapatak összefoglaló kb. 3,5 kilométeres szakaszára készülnek most a tervek, és ezek a tervek már az elv szerint készülnek, hogy a lehető legkevesebb beton legyen a mederben, a lehető legtöbb vizet tudjuk visszatartani. Már az elmúlt időszakban az Ajkai Szó is foglalkozott, hogy miért jók az esőkertek, tehát itt a környéken is tervezünk esőkerteket, és a Tornapatakhoz kapcsolódóan a zöld, vagy a csapadékvízelvezetési rendszerek tervezése is folyamatban van a főutca, a sportutca tekintetében, és itt az új életutca tekintetében is, és mindenhol arra törekszünk, hogy víz visszatartást tudjunk biztosítani. Hamarosan közzétesszük a Tornapatak terveit is, és mindenképpen arra számítunk, hogy rövid idő alatt intenzív, nagy mennyiségű csapadékok fognak leesni, és ahhoz, hogy a városi növényzet is túlélje, ezeket a vízmennyiségeket vissza kell tartani. Tehát itt előfordul, hogy az esőkertekben 2-3 napig a víz meg fog jelenni, és szépen el fog szikkadni. Egy ilyen intenzív esőnél gyakorlatilag saját magunkat árasztjuk el azzal, hogy a lehető legtöbb területünket leburkoljuk. Tehát egy sima, egyszerű matekkal ki lehet számolni, hogy egy 4-5 mm-es, egy intenzív esőnél akár 15 mm-es csapadékkal beszorozzuk a leburkolt felületeinket, hogy az hány köbméter vizet jelent akár másodpercenként. Ezt gyakorlatilag semmelyik jelenleg épített infrastruktúránk képtelen elvezetni, és innentől kezdve, ha nem törekszünk a víz visszatartásra és teljesen újfajta megközelítésre, akkor minden egyes esetben saját magunkat elöntjük. Tehát ezért is fontos ez a klíma
adaptív gondolkodás, mert változik a klíma, változik a környezetünk, és erre föl kell készülni. És itt van mindig ez a nagy vita, hogy hány új parkoló kell, mennyi zöld terület maradjon meg, tehát ezek mind-mind egymással összefüggnek. Nem irigylem a tervezőket, mert bizonyos társadalmi tényezőket, meg törekvéseket is figyelembe kell venni, hogy egy példát mondjak, a Tónapatak mellett a régi Ilona-Malom környékén születtek olyan tervek civil szervezetektől, hogy ott szeretnék közösségi teret kialakítani, a vízmérnökök meg azt mondják, hogy azt el kell árasztani, mert ott vissza kell tartani a vizet, arra alkalmas a terület. Tehát ezt a konfliktust hogyan lehet feloldani? Én úgy gondolom, hogy ez itt nincs konfliktus. Tehát az Ilona-Malom környékét a terv úgy kezeli, hogy egyfajta közösségi tér lenne. És évente, vagy pedig 3-4 évente egyszer jön egy akkora víz, amit viszont ki kell engedni, és teret kell adni, annak érdekében, hogy ne a belvárost öntsük el. És ott ez a víz 3-4 nap alatt szépen lassan visszaszivárog. Egy kompromisszum lesz akkor. Igen, egy kompromisszum. Tehát a patakot kinyitjuk, lesz tere, és amikor nagy áradás van, akkor is a víz nem önti el a várost, legalábbis eltörekszünk. De hogyha ez a víz ott marad, és szépen lassan beszivárog, akkor egy sokkal zöldebb és élhetőbb tér lesz. Lehet, hogy 3 napig nem lehet használni a területet, de egyébként hosszabb távon a terület jobb lesz a növényzet, jobb lesz a fáknak, innentől kezdve jobb közösségi használatú tereket kapunk. Arról már esett szó, hogy Ajka elég jól áll zöld területekben, de kérdés, hogy hol lehet még ezen változtatni, vagy javítani? Igen, egy kicsit még csak annyit szeretnék... A klímaadaptív gondolkodás jegyében ezt mindezt hozzá kell tenni. Szerettem volna még csak hozzátenni, amit Gergő mondott, hogy az tényleg nagyon fontos tudatosítani, hogy itt sokkal kevesebb csapadék lesz a jövőben, mint amit megszokott ez az egész növényzet és élővilág, és az itt élő emberek, vagy gazdálkodó emberek. Hát a tuják is ezért száradnak, az, ugye? Mert az változik a klíma. Tehát a tűlevelőnek, a nyírfák, egyszerűen alkalmatlan lesz már a csapadékvíz mennyisége ezeknek a fajta növényeknek az életéhez, vagy életbe maradásához, tehát hogy erre kell számolni. És a legjobb víztározó az pedig a talaj. Tehát amit Gergő mondott, hogy nem burkoljuk le a területeket, hogy kiengedjük arra abba a 2-3 napba a vizet, amikor tényleg ezek a kis patakok, lezúdul rajtuk a nagy víz, ha leengedjük, akkor elveszítjük azt a vizet. Ha viszont ezt ki tudjuk egy kicsit teríteni mellettük, akkor ez beszivárog a talajba, és távolabbi területeknek is pótolja a vizét. Tehát, hogy az egész gazdálkodás és mondjuk az erdőterületeknek az életbe maradását pótolhatja ez a vízmennyiség, ha nem engedjük le. Tehát nagyon fontos az, hogy megpróbáljuk megőrizni, és a talajba tudjuk a legjobban megőrizni, mert ha véletlenül, mert ugye szoktak azt, hogy csináljunk tározókat, de a tározóból az elpárolog, tehát hogy az ugyanúgy vízveszteség. Ha adunk helyet neki a zöldön, a füvön, a talajba, ott van a legjobban, ott tud a legjobban hasznosulni hosszú távon. És akkor visszatérve a kérdésre. Igen. Tehát, hogy beavatkozási lehetőségek. Igen, milyen lehetőségek vannak? Hát nagyon érdekes egyébként a város, hiszen rengetegféle városrészből áll. És bár itt a belső területek nagyon zöldek és nagyon szépek, és mindenki azt gondolná, hogy a kertvárosi területek is, hiszen kertváros, vagy a régi falusias területek, falusias, hogy nagyon zöldek, de ott például nagyon szegény a fába azok a városrészek, nagyon szegények. Ez akár űrfelvételes elemzésen is kiderült, akár voltunk tavasszal a kertészet, vagy a Agrártudományi Egyetemnek a diákjai voltak itt felmérni a várost. És van egy ortofotó, elég jó felbontás, azon is látszik azért. Ott is látszik, hogy ezeken a területeken nincsenek fák, a kertekből eltűntek a fák, a hagyományos falusias gazdálkodás, a gyümölcsfák, azok már nem jellemzőek. Ugye ez a tujákat ültetünk, az egy elég jellemző trend volt az elmúlt évtizedekben, ami egyébként már változik, pont azért, mert nem maradnak életbe.
Tehát, hogy ezeken a területeken kéne azért zöld felületet fejleszteni, de itt a legnehezebb, hiszen ott kevés az önkormányzati terület, mert ott az utak melletti területek jellemzően, amik vannak. Vannak azért ilyen kisebb terek, játszóterek, egy-egy kis park. Minden városrészben van egy ilyen kis közösségi rész. De ott például a belső városrészhez képest ezeken a kertvárosi részeken kevesebb a zöld, és ott van mit fejleszteni még. És van egyébként még közterületen is lehetőség, tehát a fásítás, az útfásítás, és még egyszer az emőhöz kapcsolódva, hogy a lakosságnak is a bevonás, az ösztönzés, hogy ők is a kertbe, a saját kertjükbe járuljanak hozzá a zöld felületek fejlesztéséhez, a biodiverzitás növelésében mindig többféle növényt ültessenek, honos növényeket. Tehát szeretnénk egy ilyen javaslatot is tenni, ami egy ilyen hosszú távú szemléletformálást indíthatna el a városba, hogy segítsük a családi házas kert tulajdonosokat megérteni, hogy mit is, hogy is használják a kertjüket, mert azt hiszem ez a tudás az elveszett Magyarországon, hogy ismerjék a növényeket. A lakosságról beszéltünk, de kínálkozik a kérdés, mert Ajka ipari, sőt iparosodó város, ugye a helyi üzemek, a helyi ipari hagyományok nem akadályozzák ennek a zöld klímatudatos gondolkodásnak a terjedését, szóval bizonyos érdekütközések szerintem fennállhatnak, és ezek már azért keményebb diónak számítanak szerintem, mint a lakosság meggyőzése. Hát ez nagyon kemény dió, és én nekem az egyik legnagyobb fájdalmam az, hogy nem Ajkára vonatkozom, hanem úgy általában, hogy ugye a mostani új iparfejlesztések, amikor jönnek a különböző befektetők az országba, odaadnak nekik zöld területeket, tehát zöldmezős beruházásukat, miközben iparvárosaink állnak, ugye, mint például Ajka is, hatalmas barna mezős területtel, tehát felszámolt iparral. Most a napokban, tegnap a Duna mentén mentem föl Doroktól, és ott is, ott állnak ezek a régi ipari területek, van, ahol már is van bontva, tehát benőtte a gaz, és ott mellette pedig kicsit odébb hatalmas új csarnokok épülnek, új területek. Tehát ez egy nagyon komoly probléma, és ez politikusokra tartozik valóban. Nehéz vele valamit kezdeni, ez az ő kezükben van, hogy megpróbáljanak ebben a dologban egy kicsit jobb irányba mozdulni. De azt gondolom, hogy a lakosságnak is van ebben a dolga, mert ő pedig kérheti, követelheti, harcolhat érte, amikor van rá ideje. De nem akarok lázítani, nem ez a fő téma. De nagyon fontos. Csak ezt azt gondoltam, hogy muszáj elmondani, mert ezt úgy érzem, hogy egy kicsit kezd ez így elcsúszni. A másik ötletünk itt konkrétan Ajkán nagyon aprócska, vagy nem annyira aprócska, de izgalmas dolog, hogy nézegettük itt a légifotókon, ugye, hogy felszámoltak iparvágányokat. És ott vannak ezek az ösvények, kvázi, hosszan, elnyúlóan, és mennek a településből tovább is akár, de a települést is sokfelé átszelik, és ott állnak ezek a vonalak üresen. És hogy ezek mennyire alkalmasak lehetnének kerékpárút hálózat fejlesztésére. Erre majd megkérek, hogy reagálj. Jó helyen vannak ezek. Vagy kiránduló út fejlesztése, mert ugye ezek a nyomvonalak ott vannak, létezőek, és ugye most sok helyütt már olyan helyen mennek, ahol nincs mellettük ipar már. Tehát el lehet ezen gondolkodni, tehát ez még csak egy ilyen csíra, tehát ugye a most indulunk a stratégiába és az akcióterveken kezdünk gondolkodni, és így jött ez a gondolat, hogy ez egy olyan múlt, ipari múlt, olyan örökség, amit lehet, hogy egy kicsit más megközelítéssel jól használhatok. Nem saját ötlet, egyébként külföldi példák vannak. Naív ez az elgondolás? Hadd kérdezek közben. Nem naív az elgondolás, csak a kivitelezése hihetetlen nehéz. Tehát amikor elkezdtük a Patrakút felé lévő kerékpárút tervezését, akkor egyértelműen adta magát a gondolat, hogy a MÁV felhagyott vasúti töltését használjuk részben, de három év folyamatos egyeztetés után a MÁV-val föladtuk a dolgot, mert az állami irányítás alatt álló MÁV-val egyszerűen képtelenség volt, és ez az út mellett készült el, illetve
most a bódéi csengeri kerékpárút is az út menti területbe lett kiskanállal beillesztve, de azt látjuk, hogy igen, ezek az alternatív közlekedési módok, tehát a kerékpáros közlekedés fejlesztése kiemelten fontos, hiszen most van az Európai Mobilitási Hét, és a pénteki nap pedig el tud indulni várhatóan a Torsoki kerékpárút második üteme, ami egészen a település határig végig fog menni, tehát bővül a kerékpárút hálózat. A hálózatot tovább bővítjük, hiszen készen vannak a tervek a sportutcára. Tudjuk, hogy vannak hiányos szakaszok a vízmű előtt, a főutca mellett. Van egy olyan terület, ami nagyon szűk, annak a átalakítása szintén benne van a mostani programban, tehát erre már az élhető városprogramban a város nyert el támogatást, illetve ilyen kisebb összekötések is szerepelnek. Tehát én úgy gondolom, hogy jók az adottságok a kerékpáros közlekedés a városban, és az a lényeg, hogy a lehető legtöbb ember használja. Hát igen, ezt autóközlekedés átterülhet egy része legalábbis. Ez klímabarát. Igen, nagyon sokat ért már el a Ajka ebbe, és ezt gondol, tehát hogy valóban ez a tulajdonviszonyok, ez a legnagyobb gátja az iparterületeknek, meg ezeknek a vasúti területeknek a fejlesztésére. Viszont azért fontos újra és újra nekiindulni ezeknek a gátaknak szerintem, főleg azért, mert idei évben reméljük már tárgyalt a Európai Parlament, és reméljük el fogják fogadni, úgy hívják egy Európai Uniós törvényt, hogy Nature Restoration Law, természet helyreállítási törvény, amiben elég komoly vállalásokat tesz az Európai Unió, és itt kifejezetten a 20 000 főnél nagyobb városoknak a zöld felületi fejlesztésére is hangsúlyt fektet, és ezért is jó, hogy Ajka most csinálja ezt az IFFÁ-t, mert egy kész tervvel tud neki indulni, és az, hogyha az Európai Unió elfogad egy ilyen irányelvet, ugyanígy a klímavédelmi irányelvekkel is így vannak, amellé forrásokat is biztosít, elvárásokat és forrásokat. Tehát elvárás lesz, hogy a 20 000 főnél nagyobb városok csináljanak ilyen tervet. Nagyon jó, mert Ajka éppen most csinálja, tehát neki már lesz az elsők között meg lesz ez a terve. És az Európai Uniós források, azok pedig olyan projekteket fognak kiírni, ami ezt támogatja. És a vas, én remélem, tehát hogy ez csak az én naív elképzelésem, de azért hagy ilyen baráti körbe, hagy mondjam el, de remélem, hogy ezek a felhagyott vasúti területek, amik minden városban vannak, nagyon nagy vasúti területek, amik már elkezdtek bezöldülni is, felértékelődnek a jövőben, és ha nem is mint kerékpárút, mert itt már megépültek ezek a kapcsolatok Ajkán, de mint egy sétaútvonal, egy kiránduló útvonal. Hát ha ilyen ütemben folyik, bocsánat, a vasútvonal bezárása, akkor lehet, hogy elég sok terület szabadul föl, ez egy rossz vízű megjegyzés volt, töröljük el egyébként. Ezek a régi iparvágányok, ez azért minden városban megvan, ahogy szorult vissza a nagy nehéz ipari termelés, ugye, ezeket megszüntették, tehát ez egy jó kiinduló pont, és azt hiszem, hogy az állam és a MÁV is el fog kezdeni azon gondolkozni, hogy mit csináljunk ezzel a területtel, és lesz az a pont, amikor örömmel átadja a városnak, hogy kezdjetek vele valamit, hiszen mi már nem fogunk. Ki kell várni. Igen, és az egy fontos, hogy ezek hálózati elemek, tehát ugye mindig zöld felett hálózatban is gondolkodunk, és ezek, hogyha ezek bezöldülnek, és növények települnek ide, mert mondjuk sétaút, és mondjuk sikerülne még fát is ültetni, akkor ez egy ilyen átszellőző kapcsolatokat hoz létre a városba. Tehát ezek mint hálózatként jelentkeznek. Igen, és pont azokon a területeken megy, ahol azért még működik az az ipar, ami hát, tehát, hogy azért árt, nagyon sok fejlesztés történt itt a hőerőmű környékén. Ugye az elmúlt években nagyon csökkent a kibocsátásuk, a légszennyezés nem olyan nagy, de azért ezeket is a zöld felületek mérsékelni tudják, a meglévő szennyezéseket el tudják nyelni,
Jó helyen van ahhoz, hogy ez egy ilyen védősávként is szolgáljon valamennyire. Nem tudom, mennyire releváns a kérdés, de az ajkaiak maguk, az itt lakók hozzá tudnak-e járulni valamivel az önök munkájához? Tehát tudják-e segíteni információval, kívánságokkal, megfigyelésekkel? Mindenképpen. Ezt a dolgot, és ha igen, akkor hogyan? Hát ugye elég nehéz azért így kapcsolatot teremteni, pláne ilyen sok emberrel, de ezért készítettünk egy online kérdőívet, ami már egy hete elérhető a város honlapján. Ebben várjuk mindenképpen, az ajkaiaknak a javaslatait, illetve arra is kíváncsiak vagyunk, hogy ők mit tartanak értéknek. Ez is egy nagyon nagy kérdés, hogy a zöld felületeik közül melyik az, ami értékes, hiszen akkor tudunk jó javaslatokat tenni a fejlesztéshez, ha tudjuk, hogy mit szeretnének az emberek, mi az, amit már most is értéknek tartanak, és az irányba kell. Esetleg mi az, amiben segítséget kérnek, nem mondjuk egy adott területnek a klímatudatos átalakításához valamilyen... Igen, bármilyen egyéb megfigyelés, ami mondjuk központi az, aki ott lakik, az egy nagyon komoly információ lehet, mert ugye bejártuk a várost, de az, aki itt él, azt tud mindig róla a legtöbbet. Ő hova tehát, szeret igen. járni, mennyi időt töltött, mennyire megy el messzebb, azért, mert az egy szebb part, mennyire határozza meg az, hogy mennyire sok fa van, milyen növények, milyen eszközöket használ. Ilyen dolgokra kérdezünk rá a kérdőívre, amit szeretnénk, ha tényleg minél többen kitöltenék, az nagyon nagy segítség lenne. Ezekkel szeretnénk majd kijelölni azokat a fejlesztési gócpontokat, amik megjelenhetnek a tervbe. Ugye ez egy stratégiai terv és hosszú távú, tehát mi tulajdonképpen egy-egy potenciális zöldfelület fejlesztést fogunk javasolni. Viszont az, hogy ott pontosan milyen növény legyen, milyen sétaút, milyen eszközök, azt nem a stratégia fogja meghatározni. Ez azt segíti, hogy merre menjen, induljon el az önkormányzat. És hogyha ezeken a gócpontokon pedig reméljük, és ezt szerintem, ahogy Gergőt ismerem, így is lesz, részvételi tervezéssel fogják megkikérni, tervezni az itt az idejövő parktervezők, kerttervezők, tájépítészek azt a zöld felületet, ami az ott élő lakosoknak az igényét. Megütötte a filmet egyszerűen a részvételi tervezés. Erről esetleg egy-két szót hallhatnánk, hogy mi az, hogy részvételi tervezés? Érzem a tartalmát, csak nem A részvételi tervezés az, hogyha az ott élők aktívan bekapcsolódnak, és elmondják, hogy ők hogyan akarják használni azt a területet, mik a tapasztalataik azokkal a területekkel, és a terv erre reagálva velük együtt készül. Tehát ilyen közösségi tervezést a város már csinált, hiszen a Móricz Zsigmond utca melletti közösségi tér ilyen volt, ahol a játszóterek, a felnőttek sporteszközei, illetve a nyugdíjasoknak a pihenő részét közösen terveztük meg. Azt is terveztük, hogy hol legyenek fák, hova ültessünk, és ez hosszabb folyamat, sokkal több energiát kíván mind a két oldalról, viszont egy sokkal jobb és élhetőbb környezetet tud teremteni. Én szerintem Ajkát a legjobban és a legrégebb óta a nyugdíjasok ismerik, tehát gondolom számítanak a civil szervezetek, a nyugdíjas szervezetek, klubok közreműködésére ebben, mert ott van a legtöbb bölcsesség, mert én is lassan abban a korban, nem lassan, abban a korban vagyok, de hát biztosan igénylik is, hogy megszólítsák őket és elmondhassák, amit szeretnének. Itt általában a civil szervezetekre gondolok, különösképpen a idősebb korosztályra, mert szemmel látható, legalább 200 nyugdíjas szervezet van például Ajkán. Gondoltak-e a szervezet bevonásukra, vagy megszólításukra a közösségi vagy kollektív tervezésben? Igen, de a részvételi tervezés... A részvételi tervezés, már, tervezés igen, bocsánat. Amikor már pont, tehát hogy ott az a lényeg, hogy mindig a környező, a használóknak tervezzük. Tehát, hogy olyan funkciókat találjunk ki, és tényleg a nyugdíjasok nagyon aktívak Ajkán már most is, úgyhogy őket mindenképp be kell ebbe vonni.
gondoljunk csak a kertfenntartásra, ahol még mindig ők aktívak, vagy a bérkertekre, ott is nagyon... Vannak nagyon aktív természetjáró egyesületek például, akiknek ez szívügyük kell, hogy legyen. Úgyhogy mindenképpen meg kell őket szólítani. Most ez egy elég rövid időszak, amit most a stratégiára fordítunk, úgyhogy most ezt az online kérdőívet szeretnénk, azt a civil szervezeteknek is ki fogjuk küldeni, felhívjuk a figyelmüket, hogy töltsék ki. Reméljük ezzel ösztönözzük őket. Ösztönözzük továbbra is őket, de azt hiszem, hogy a lakosság azért, amikor konkrét dolgokat javasolhat, akkor az még inkább ösztönzi őket. És most, amíg mi itt beszélgettünk, addig itt ki van terítve egy nagy ortofotó a várostól, és a kolléganőnk próbálta elkapni az erre járó fiatalokat is, ami sikerült is, ennek én nagyon örülök, mert ugye a fiataloknak is tervezünk elsősorban. És megkérte őket, hogy azokat a helyeket jelöljék be, amiket ők nagyon szeretnek, vagy jelöljék be, hogy milyen problémával találkoznak, mit szeretnek használni, vagy milyen ötletük van, hogy mit szeretnének, hogy a saját lakókörnyezetükben, hogy nézzen ki egy zöld felület, legyen több fa, legyenek függőágyak a fák között, tehát akármilyen brainstorming, vagy ötlete is szóba jött, majd a tudományos alapon dolgozó tervezők ugye kiválasztják a legjobbat. Tehát egyébként egy ilyen kérdőív kitöltés már önmagában egy szemléletformálás, mert akkor arra kényszeríti az embert, aki rászánja az idejét, hogy elgondolkodjon ezen a témán. Ha már elgondolkodik, akkor már sok minden eszébe jut. Tehát, hogy ugye egy kicsit segít fókuszálni erre a témára. Úgyhogy ezért is nagyon igen, az hasznos. Igen, hogyha valaki a hibáit fölismeri, akkor már a javulás útjára lép. Tehát akkor lehet, hogy végül gondolja, hogy tényleg én ezt a parkot hogy szeretem, de most ebben nem járok oda, mert nem tudom, én tele van kutya kakival, vagy azért nem, mert nem elég gondozott, bármi. Vagy tényleg azért járok oda, mert ez a legszebb. Tehát bármelyik, mert ott vannak, nem tudom, jó padok, ahol le tudok ülni. És akkor ezek így megfogalmazódnak benne. Ha ezt leírja, az nekünk segítség. Mert akkor mindjárt egy kicsit orientálódunk. De őnek is. És a városnak is, hiszen ez egy stratégia, a fő elveket és irányokat mondja meg, és ezek alapján tudunk terveket készíteni, ezek alapján tudunk az Avar Kft-vel szerződést kötni, és elmondani a városrészekben dolgozó falu gondnokoknak, hogy mire figyeljenek, tehát ez egy ilyen egymást segítő folyamat. És természetesen az Avar Kft. Dolgozó is folyamatosan meg visszajelzést adnak, hogy mi az, ami működik, mi az, amivel gond van, vagy üzemeltetésileg mi a jó. Tehát ezek ilyen folyamatos oda-vissza csatolások, és ha minél több lakossági igény van és visszajelzés, akkor sokkal könnyebb a városnak. Hát köszönöm szépen, azt hiszem tettünk egy lépést a klímaadaptív gondolkodás felé vezető úton. Nem tudom, van-e még esetleg valamilyen benszorult gondolat, de ez is elég szerintem észteni a nézőknek és az újságolvasóknak, úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttek, és Gergőnek, hogy megszervezte ezt a tájékoztatót. Köszönjük a lehetőséget, és mindenki töltse ki a kérdőjét. És kérdőjét.